Köszöntöm Önöket, mai vendégünk Budai Gyula, Vidékfejlesztési Minisztérium politikai államtitkára. Szeretettel köszöntöm rögtönzött stúdiónkban itt a polgármesteri hivatalban. Jó estét kívánok! Államtitkár úr, mi a mai látogatásának a célja, milyen okból jött el Karcagra? Tavalyi országjáráshoz hasonlóan idén is az állami vezetők, kormánytagok bejárják az országot, találkoznak azokkal a helyi politikusokkal, polgármesterekkel, Fidesz tagokkal, és mindenkivel, aki érdeklődést mutat az iránt, hogy azokban a kérdésekben, amely az elmúlt időszakban fölmerült, néhány gondolatot váltsunk. Én azt gondolom, hogy egy kötetlen beszélgetés, illetőleg azoknak a konkrét dolgoknak a megtárgyalása, amely nem biztos, hogy olyan mértékben jutott el az emberekhez különböző médiumokon keresztül, mint amilyen mértékben el kellett volna, hogy jusson. Én azt gondolom, itt egy ilyen kibeszélése lesz a dolgoknak, én erre készülök. Nem először jár már nálunk itt Karcagon. Hogyan látja a Nagykunság fővárosát, városunkat? Én nagyon szeretek ide járni. Legutóbb a szaúd-arábiai mezőgazdasági miniszterrel voltam itt, aki egy nagyon hasznos napot töltött el. Én azóta is jó kapcsolatban vagyok a miniszter úrral. Most már csak egy dolog szükséges, hogy azok a beruházások, amelyről itt szót váltottunk, azok megvalósuljanak, valóra váljanak. Én azt gondolom, hogy amit itt láttak, az nekik nagyon megfelelő volt. Ugye ők olyan beruházásokban, élelmiszeripari befektetésekben gondolkoznak, amely Szaúd-Arábiában nincs jelen, vagy nem olyan mértékben. Azt gondolom, hogy Karcag, illetve ez a térség tökéletesen alkalmas erre a feladatra. Milyen út vezetett odáig, hogy előbb elszámoltatási kormánybiztos, majd államtitkár lett? Egy picit beszéljen nekünk magáról. Nem mondanék igazat, hogyha azt mondanám, hogy nem készültem arra, hogy a 2010-es választások után az előző kormányzathoz kapcsolódó korrupciógyanús vagy visszás ügyek tekintetében ne vállalják valami feladatot. Én az elmúlt időszakban, tehát a 2010-es választásokat megelőzően is a MAKOSZ-ba ezeket a feladatokat vittem. 2007-től folyamatosan tártuk föl azokat a különböző visszásságokat, főleg itt az állami földek értékesítése kapcsolatában, ami az előző kormányzathoz kötődött. Én azt tudom mondani, hogy én elég jól beleláttam ezekbe a dolgokba, mert a Nemzeti Földalapkezelő előző bizottságának a tagja voltam a MAKOSZ részéről, és amit akkor műveltek a szocialisták, az a most általuk kavart botrányhoz képest szerintem klasszisokkal jelentősebb. Ráadásul én mindig el szeretném mondani, hogy azért különbséget kell tenni, hogy az állam haszonbérbe adja a földeket, vagy eladja. A szocialisták több ezer hektáros táblákat hirdettek meg, nem a helyben lakóknak, hanem az ország különböző részéről összeállt konzorciumok tudták megvásárolni, és sok mindenki elfelejti azt a nagyon lényeges dolgot, hogy 2009-ben az előző kormány több mint 40 ezer hektár állami területnek a haszonbérletét a lejárat előtt további 20 évvel meghosszabbította. Itt olyan földekről beszélünk, amely 2013-14-ben járt volna le, és már akkor érezték, hogy elvesztik a választásokat, és ezeket a nagy gazdaságokat, akik az ő oldalukra tartoztak, ezeket próbálták ezzel a hosszabbítással, hogy így mondjam, helyzetbe hozni. Tehát én úgy gondolom, hogy ezekről a dolgokról mindenki elfeledkezik, és akkor most itt vitatkozunk ilyen 20-30-40-50 hektáros állami földek haszonbérbe adásáról. Itt folyamatosan azt kapjuk meg, hogy oligarchák, meg új földbirtokosok. És én nem is olyan rég, egy-két héttel ezelőtt próbáltam szemléltetni, hogy kik is azok valójában, akik ezeket a földeket megnyerték. A MAKOSZ fiatal gazdái közül öt fiatal gazdát megkértem, hogy
tájékoztassa a sajtót, hogy mekkora területet nyert, mivel foglalkozik. Egyébként volt köztük egy karcagi fiatalember is, aki 70 hektár állami földterületet nyert. És ezek a fiatalemberek, akik élethivatásszerű mezőgazdasággal foglalkoznak, eltartják önmagukat, tehát önfoglalkoztatók, ezen kívül több embernek adnak munkát. Na most ezekre az emberekre mondják azt, hogy ezek oligarchák, ezek újföldbirtokosok. Ez annyira visszás, hogy egy olyan párt, aki a budapesti aszfaltról, vagy a budapesti kávéházakból üzen a vidéknek, ez az LMP egyébként, és egy olyan politikus, aki sajnos vidéken nagyon keveset járt, és a magyar vidékről nagyon kevés fogalma van, ő próbálja megmondani a vidéken élő embereknek, a vidéki gazdáknak, hogy mi a jó a mezőgazdaságban, mit kéne, vagy hogy kéne csinálni. Ezek annyira visszás dolgok, hogy megmondom őszintén, tehát mi amikor a parlamentbe ülve hallgatom ezeket a nagyívű felszólalásokat, egyszerűen nem is tudom, hogy ezek az emberek megérdemlik azt, hogy válaszoljunk nekik. Sajnos válaszolni kell, mert ugye az ember azért ül ott a parlamentben, a parlamenti patkóban, hogy ezekre a kérdésekre megadja a választ, és én azt gondolom, hogy a mi válaszaink mindig helytállóak, korrektek és objektívek voltak ebben a kérdésben. Elszámoltatási kormánybiztosként hány ügyben indított vizsgálatot? Igen, valóban az én pályafutásom a választásokat követően 2010 őszétől, mint elszámoltatási kormánybiztos folytatódott, és folyamatosan tájékoztattuk a nyilvánosságot azokról az ügyekről, amelyben vizsgálatot folytattunk, befejeztük a vizsgálatot, büntetőfeljelentést tettük. Hát a szám az eléggé, hogy így mondjam, óriásinak tűnik. Ugye kormánybiztosként a közel két évben 1500 ügyben folytattam vizsgálatot. Ebben minden ügy benne van, az is, ami az egyszerű állampolgároktól jött, az is, ami az én vizsgálati tervemben meghatározásra került, az egy elég nagy szám, hogyha hozzáteszem, hogy ezt összesen velem együtt 7 kollégám végezte, akkor ez a szám még nagyobbnak tekinthető, de ami igazán kiemelkedő és frappáns, és ami az előző kormányzathoz köthető privatizációs ügyek, pályázatok, közbeszerzések, az közel 50 olyan nagy ügy, ahol milliárdos visszaélések valósultak meg. A Malév, a Budapest Airport, a Volánbusz tender, a különböző közbeszerzések, hogy egy picit a saját házatáján is említsek ügyet, ugye a volt MGSH, ami ma már a kormányhivatalok keretében működik, az ő gépjármű beszerzésük, az is milliárdos tétel volt, az informatikai beszerzés, a különböző intervenciós tárolások tekintetében, amelyben rengeteg eljárás van, folyamatban, a különböző nagy agrárcégeknek adott állami hitelek, ahol az állam garanciát vállalt ezekért a hitelekért, az IKR, az ERT-nek, a Pécsi Nitrogén műveknek adott állami hitelek. Tehát az ügyek azok jelentősek, és itt kb. Több száz milliárdról van szó, amelyek most nagyon hiányoznak az állami költségvetésből. Ennek ellenére azért nekünk sikerült jelentős összegeket, hogy úgy mondjam, visszaszerezni a lefolytatott eljárások, vagy vizsgálatok eredményeképpen. Tehát akkor el lehet azt mondani, hogy jól sikerült ez az elszámoltatás. Vannak-e még folyamatban lévő ügyek? Igen, az én mandátumom 2012. augusztus 31-én megszűnt, amit meg is mondom őszintén, nem is bánok, mert március 1-től párhuzamosan a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkáraként, azért ez a két funkció elég jelentős megterhelést jelentett számomra. Augusztus 31-én befejeztük az ügyek jelentős részét. Egyébként az elszámoltatás ebben az értelemben befejeződött. A folyamatos ügyeket pedig a kormányzati ellenőrzési hivatalnak adtuk át, és ők vitték. Persze évközben is rengeteg olyan ügy volt, amiben a kormányzati ellenőrzési hivatal, az állami számvevőszék és a kormánybiztosi hivatal folytatott vizsgálatot, és ezeknek az ügyeknek azt a részét, amivel nem tudtuk befejezni a vizsgálatot, ezeknek a hivataloknak átadtuk, és ők folyamatosan folytatják a munkájukat, és újabb ügyek végére kerül pont. Most legutóbb a MÁV vonatkozásában fejeződtek be az eljárások,
különböző közbeszerzések, ugye itt az alumínium ipar privatizációval kapcsolatban is befejezték, azt is együtt indítottuk, amelynek a MOL ZRT féle, hogy így mondjam, botrány egy leágazása volt. Tehát nagyon-nagyon sok olyan ügy van, amit tovább visznek, és ezekben az ügyekben folyamatosan tájékoztatják a közvéleményt. Milyen retorziókra, szankciókra számíthatnak azok, akik zsebszerződéseket próbálnak kötni törvénytelenül? Igen, azért is mondtam, hogy nagyon sok volt a feladat, mert időközben március végén alakult egy tárcaközi bizottság, amelynek én lettem a vezetője, és ez a tárcaközi bizottság 4 minisztérium tevékenységét koordinálja abból a szempontból, hogy azokat a jogellenesen eladott vagy átjátszott földterületeket, amely ugyan még nem került a külföldiek tulajdonába, de már külföldiek használják, ezeket próbáljuk visszaszerezni, ezek az úgynevezett zsebszerződéses ügyek. Ebben a bizottságban én úgy gondolom, hogy valamennyi tárca maximálisan hozzáteszi a munkáját, de a legnagyobb szerep a Vidékfejlesztési Minisztériumra és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumra hárul, ugye itt a jogszabályalkotások, a különböző földhivatali eljárások vonatkozásában, és már sikereket tudunk elkönyvelni. Ugye a büntető törvénykönyvben önálló törvényi tényállásként elfogadták, hogy azt, aki zsebszerződést köt, vagy abban közreműködik, 1-5 évig terjedő börtönbüntetéssel fogja sújtani a jogszabály. Nagyon lényeges változás, hogy az új polgári törvénykönyvben, amely szintén a parlament előtt van, ez az úgynevezett zsebszerződés továbbra is ott marad, mint érvénytelen semmi szerződés. Tehát aki ilyet kötött, az jobb, ha elfelejti. Most tárgyalja a parlament az új földtörvényt, bocsánat, az új földforgalmi törvényt, mert a fogalmak pontosítása véget, ez nagyon lényeges, ahol szintén ahhoz, hogy egy ilyen szerződést bejegyezzenek, előzetes hatósági engedélyhez van kötve. És ha a hatóság észleli, hogy a szerződésben szereplő elemek nem felelnek a valóságnak, akkor megtagadhatja a bejegyzést. Tehát én úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon lényeges dolog volt. Illetőleg a kormány folytatja a nemzeti parkok területén a kisajátítást. Ugye az Őrségi Nemzeti Park Vas megyében található, és ott már eddig több mint 1000 hektár olyan földet sajátított ki az állam egy 1994-es alkotmánybírósági döntés alapján, amely védett terület volt természetvédelmileg, és magánszemélyek jogellenesen szerezték meg a tulajdonjogát. Hát kik szerezték meg? Külföldi állampolgárok, és ezeket a területeket most kisajátítjuk. Körülbelül 100 000 hektár ilyen nagyságú területet kell kisajátítani, és az elkövetkező évben a kormány a kisajátításra további 2 milliárd forintot fog biztosítani a Nemzeti Parkok részére. Tehát én azt gondolom, hogy 2014. május 1-ére valóban olyan helyzetbe tudunk kerülni a jogszabályi változások, illetve az adminisztratív eszközök révén, hogy a magyar kormány felszámolja ezeket a jogellenesen megszerzett földterületeket. Készül az új földtörvény, ezt már az előbb érintőlegesen említette. Mit kell erről tudnunk, mi a legfontosabb pillére? A legfontosabb pillére a földműves. Sokan megmosolyogták ezt a szót, pedig ez egy régi magyar szó. És a földműves pedig az, aki mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozik életvitelszerűen, helyben lakó, gazdálkodó, és ebből a mezőgazdasági tevékenységből jövedelemmel tud igazolni, ráadásul még regisztrált gazdálkodó is. Tehát ezek a földműves természetes személyek szerezhetik meg a termőföld tulajdonjogát, és ők is használhatják, bérelhetik ezt a területet. És a leglényegesebb üzenete ennek az új földforgalmi törvénynek, hogy sem belföldi, sem külföldi jogi személy, vagyis gazdasági társaság tulajdonjogot termőföldön nem szerezhet. Én azt gondolom, hogy ezek a nagyon fontos pillérek alkotják ennek az egész jogszabálynak a lényegét, amiben az üzenet a következő. A termőföld az nemzeti vagyon, és a nemzeti vagyon ez egy korlátos. Tehát ez nem olyan, hogy újra termelődik, a határon belül képzelendő el ez a termőföld vagyon, ezt a termőföld vagyont meg kell védeni. A termőföld vagyon alatt van egy vízkészlet, ami szintén
az országhoz tartozik, és aki a termőföld vagyon, aki a vízkészlet, az elkövetkező években olyan stratégiai helyzetbe fog kerülni az Európában és a világban, ahol az élelmiszer termelés, az élelmiszeripar, a vízbázisok olyan jelentőségre tesznek szert, hogy ezt a versenyelőnyt senki nem fogja tudni tőle elvenni. Ezért döntöttünk úgy, hogy a termőföld vagyont nemzeti hatáskörben kell tartani. A magyar államnak minden termőföld elővásárlási joga van. Ha a magyar állam nem kíván ezzel élni, akkor jöhetnek a helyben lakó gazdálkodók, a földművesek, és abban a sorrendben, vagy abban a feltételrendszerben, ahogy elmondtam. És hogyha sem az állam, sem a helyben lakó, sem 20 kilométeren belül nincs olyan gazdálkodó, aki az adott település környéki földet meg kívánja vásárolni, akkor jöhetnek távolabbi településekről. Én azt gondolom, hogy ennél jobban a termőföldet nem lehet levédeni Magyarországon. Várhatóan mikor léphet hatályba ez a törvény? Ez a törvény 2014. május 1-én fog hatályba lépni, és a hatályba lépését követően fognak azok a, hogy így mondjam, eléggé szigorú szabályok életbe lépni, mint a földtörvény meghatározva. Ugye itt folyik egy elég élénk vita a felső birtok maximum miatt, ugye a törvény 1200 hektárban határozta meg. A kormány egyértelműen döntött ebben a kérdésben, hogy Magyarországon a kis és közepes családi gazdaságokat kell támogatni. Ettől függetlenül senki nem mondta, hogy a nagy gazdaságoknak nincs létjogosultsága. Természetesen a harmonikus egyensúlyt meg kell találni, de a magyar mezőgazdaságban a kis és közepes családi gazdaságoké a vezető szerep. A Kossuth téren Vidék Mustra 2012 címmel termelői piacot üzemeltettek. Hogyan értékeli, mennyire volt sikeres ez a rendezvénysorozat? Ez mekkora volt a látogatottsága? Ez még most is sikeres, mert nem is olyan rég Fazekas Sándor miniszter úrral abban döntöttünk, hogy karácsonyig fönt fogjuk tartani a piacot. Közel 50 termelő, kézműves jöhet oda, hozhatja az áruit. Óriási sikere van a piacnak. Másfél hónappal ezelőtt meghívtuk a budapesti Budapesten élő diplomaták egy részét, és el voltak álljóba, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium árkádja alatt ilyen piac van. Én azt gondolom, hogy ez egy követendő példa. Minden településen egy ilyen piacot létre lehet hozni, mert a helyi piacok iránt óriási nagy az érdeklődés. Egyébként nem véletlenül a tanyafejlesztési program, amely én azt gondolom, hogy a kormány egyik legsikeresebb programja, a helyi piacok létrehozását támogatja a legjobban, illetve a tanyasi termékek piacra jutását a piacokon keresztül. Én azt gondolom, hogy a magyar fogyasztókban egy olyan szemléletváltás következett be, hogy kifejezetten a magyar termékeket, az egészséges élelmiszereket keresik, és ezeket nem a nagy multi üzletláncokban, hanem ezeken a kis helyi piacokon is megtalálhatók. Hát Kartaton is a birkafőző verseny ennek az ünnepe, amikor a helyi emberek azt a jó minőségű magyar birkát főzik meg, ami itt a környéken legelt a nagykunságban. Hát én is részt vettem egy-két ilyen rendezvényen, azt tudom mondani, hogy ez a legjobb reklámja a magyar vidéknek. Szereti ön a birkapörköltet? Én nagyon szeretem a birkapörköltet, és Karcagon mindig jó birkapörköltet szoktam enni. De persze mindenki a saját lovát dicséri. Nemrég voltam Hajdú-Bihar megyében, ott másképpen készítik a birkapörköltet, a Hortobágynak azon a részén ők arra esküdnek. Aztán benyugtasson meg bennünket, hogy ez a legjobb, ez lesz a legjobb. Igen. Azért az a kuriózum, hogy belefőzik a birka fejét, és majd tálalják, és ugye itt az a szokás Karcagon, hogy annak a vendégnek az asztalára teszik, akit nagybecsben tartanak. Ez a szokással csak itt találkoztam Karcagon. De ha picit délebre megyünk, Csongrád, van is nagyon jó birkapörköltet főznek Hódmezővásárhely térségben, Orosháza környékén is. Tehát minden egyes térségnek megvan a maga, hogy így mondjam, jellegzetes birkapörköltje, de nem azért, mert Karcagon vagyunk, a karcagi az egyelőre vezet nálam. Köszönjük szépen! Lesz a Vidék Mustra 2013, lesz a folytatás? Igen, mindenképpen folytatjuk a Vidék Mustrát. Most azt
próbáljuk tesztelni, hogy mik azok a termékek, amely a hidegebbre forduló időjárás során is ott tartottok a piacon. Hát egy biztos, hogy azok a termelők, akik száraz árut, tehát kolbászt, disznósajtot, tepertőt árulnak, ők jól érzik magukat. Vannak, akik tanyasi csirkét árulnak, azok is nagyon jól érzik magukat. Én azt gondolom, hogy a zöldség gyümölcsel lesz majd probléma, mert ugye lesz egy olyan időszak, amikor már kifutóban van az a magyar zöldség gyümölcs, és a vidék mustán nem banánt és narancsot szeretnénk árulni, hanem szőlőt, körtét, almát, ami most még a sláger, de aztán jöhet a forralbor, a dió, a magyaró, meg sok minden, ami lehetséges. Mindig hangos a sajtó, amikor az önkoordinálásával razziákat hajtanak végre, vagy razziákat eszközölnek a piacokon. A napokban is volt egy ilyen razzia a nagybani piacon. Miért van szükség ezekre az intézkedésekre? Mi az indok? Az indok nagyon egyszerű. Mi elindítottunk egy olyan programot a minisztériumban, amelynek egy üzenete van. A Vidékfejlesztési Minisztérium és a kormány a termelők oldalán áll. Ha a termelők oldalán állunk, akkor azokat a viszonteladókat, kereskedőket, neppereket, akik nem foglalkoznak életgatásszerű mezőgazdasággal, földet maximum távolról láttak, viszont kihasználják a gazdák sanyarú sorsát, sokszor olcsón felvásárolják a terméket, majd felviszik a piacra, és ott jelentős haszonnal értékesítik, na erre nincs szükség. A nagybani piac a termelő piaca. Akinek ez nem tetszik, annak el lehet menni máshova, és van még egy nagyon lényeges szempont, nagyon nagy mennyiségű olyan zöldség, gyümölcs érkezett Magyarországra, ami a beérkezését követően átcsomagolásra került, lényegében magyarosították, a származási helynek rárakták a különböző cégeknek a címét, és magyar termékként a fogyasztókat megtévesztve jutottak el a különböző üzletláncokba és a kiskereskedőkhöz. Azt gondolom, hogy az az ellenőrzés sorozat, amely fog folytatódni még nagyobb intenzitással, még nagyobb erőkkel és még több településen, mert a budapesti nagybani piac mellett már volt a szegedi dorozsmai piacon, van még a debreceni, a nyíregyházi, tehát folytatjuk, addig fogjuk folytatni, amíg az átcsomagolás és a származási hely nélküli termékeket teljes mértékben ki nem szorítjuk a piacról, meglátjuk, ki bírja tovább. Nekünk van időnk, a kereskedők pénztárcája meg azért úgy gondolom, hogy véges, mert itt több milliós bírságok kerülnek folyamatosan kiszabásra. Melyek a legfontosabb feladatok, célok, amelyekért dolgoznak a közeljövőben? Ugye a célok azok mindig jönnek folyamatosan, tehát annyi cél van, hogy sokszor nem is nagyon tudjuk megmondani, hogy melyik a legfontosabb. Nemrég a parlament elfogadta az agrárkamarai törvényt, én úgy gondolom, hogy ez egy teljesen új megvilágításba fogja helyezni az egész kamarát, az agrárkamarát. Itt van előttünk a földtörvény. Én még kinevezésre kerültem a bajban levő húskombinátok ügyének a koordinálására, hogy itt a gyulai és a kapuvári húskombinát van elég válságos helyzetben. Tehát a célok meg a munka az folyamatosan jön. Igyekszünk úgy súlyozni ezeket, hogy a lehető legjobb legyen. Ezen kívül nagyon fontos, hogy azokat a külső piacainkat, amelyeket korábban a szocialisták rossz kormányzásnak elvesztettük, itt az orosz piac, a keleti piacok, az azeri piac, a kazak piac, azokat szerezzük vissza. Ebben nagyon sokat kell még dolgozni, de én azt látom, hogy az elkövetkező fél évben ezeken a piacokon meg tudjuk vetni a lábunkat. Nem olyan rég voltunk kint Oroszországban, és azt tapasztaltuk, hogy soha nem látott mértékben az ottani arany őszkiállításon több mint 40 magyar cég vett részt élelmiszeripari termékekkel, vetőmaggal és egyéb dolgokkal. Tehát azt látom, hogy a magyar cégek is újra kezdik felfedezni az orosz piacot, és ennek van jövője. Hogyan látja, milyen most a politikai hangulat Magyarországon? Nagyon nehéz megítélni. Én a politikai hangulatot mindig ott szoktam lemérni, hogy minden pénteken, amikor a piacon a miniszterelnök kimegyek, és sétálok egy másfél órát. Nagyon sok termelőt ismerek, akik ott árulnak.
nagyon, nagyon sokat korábbról ismerek, rengeteg az új ismerettség, és ott azt látom, hogy, hogy az emberek nagyon drukkolnak a kormánynak, és hogy arról biztosítják a kormányt, hogy tartsanak ki azt az utat, amelyen elindultak, haladjanak végig rajta. Ezt látom. Persze vannak olyan felhangok is, amelyek kritikusak, de én ezeket is meghallom. Egyelőre én még kimerek menni az utcára, elmerek menni bárhova, én mindenhol olyan emberekkel találkozok, akik támogatják a kormányt, akik arra biztatnak bennünket, hogy csináljuk tovább. Ez egy jó dolog. Persze van olyan oldala is, akik kritikus hangot ütnek meg velünk szembe. De én mindig azt mondom, hogy bocsánatot kérek, a szocialistáknak volt 8 éve. A 8 év alatt miért nem oldották meg azokat a problémákat, amit mi most megoldunk? Akár a nagybérpiacot, akár a földtörvényt, akár az agrárkamarát, akár a sertéságazatnak a válságának lesz, és így sorolhatnám ezeket a dolgokat. Tehát ellenzékből nagyon jó lehet okosakat mondani, de amikor ott voltak a kormányzás lehetőségek, akkor miért nem oldották meg? Én így látom a jelenlegi helyzetet. Én azt gondolom, hogy az emberek nagy része érti, hogy a kormány mit csinál, és hogy milyen irányban haladunk. Én azt tudom mondani, hogy az október 23-i szimpátia tüntetés a kormány mellett azt bizonyítja, hogy az embereknek a jelentős része támogatja a kormányt. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy elfogadtam a kívásunkat, további jó munkát kívánok.